Sporthíradónkat látják, köszöntöm Önöket! Több mint 10 000 néző figyelő tekintete fokozott biztonsági ellenőrzések és nagy várakozás közepette játszották a Debrecen Videóton várva várt NB1-es találkozót az Olá Gábor utcai stadionban. A bajnoki döntőnek, sőt az év mérkőzésének is nevezhető összecsapás góljait láthatják. A Debrecen Videóton aranyrangadó körítése méltó volt a nagy téthez. Kár, hogy ilyen hangulat csak nagyon ritkán alakul ki pályáinkon. Gyorsan már a 7. percben megszületett az első gól. Fecesén vesztett labdát saját tér felén, Elek Ákos pedig végigvitte a támadást és pontosan lőtte ki a bal alsó sarkot. Azonnal reagált a Lokik, kapuja elé szorította a vendégcsapatot és egyenlítési próbálkozásai a 28. percben jártak sikerrel. Lackó beadása után Fecesén fejesét még kiütötte Sebőt, ám Szakály Péter közelről nem hibázott. A Videóton legveszélyesebb játékosának Elek bizonyult, aki a félidő végén kis hián újra eredményes volt. Rögtön az ellentámadásból Szakály is duplázhatott volna, ám csak 2 percet kellett várni a fordításra. Remek támadás végén Fecesin passzát, Cvitkovics avatta gól passzát. A második félidő természetesen Videóton támadásokkal kezdődött, és az 55. percben sikerült is az egyenlítés a fehérváriaknak. Nagy Dániel beadása után Lipták liftezett a legmagasabbra, és bólintotta a labdát a kapu bal sarkába. Továbbra is a Vidi kezdeményezett, ám Polonkai és Nagy Dániel sem tudott túljárni, kecsegtető helyzetben Poleksics eszél. Aztán a 75. percben jött a büntetés, a csereként beállt Dombi beadása után Kulibali fejelte szinte maga alá a labdát, de mivel mindezt nagy erővel tette, a labda átpattant Sebőkön, és Lipták sem tudott menteni. Ezzel a furcsa góllal a Debrecen 3-2-re nyert, és 4 pontosra növelte előnyét a Videóton előtt. Én is úgy érzem, hogy nagy meccs volt, mindkét csapat nagy erőket mozgósította a győzelemért. Mondhatom azt, hogy mind a két csapat jól játszott. Csodálatos érzés, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, csodálatos közönségünkkel, csodálatos atmoszféra van. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyunk, hogy sikerült. Ennél játszottunk már nehezebb mérkőzéseket, és én úgy látom, gratulálok mindenki előtt a Debrecennek, hogy elég szerencsés körülmények között nyertek, de hát azt senkit nem érdekel. Van hátra még 3 forduló, gondolom nem adják fel. Nem adjuk fel természetesen, de nyilván most már nagy esély a Debrecennek.